rendelkezik. Váci János, Odin nevű német juhász kutyájával, akinek szintén VH1-es vizsgája van és 4 éves kutyus. Keresztes Eszter, Bell nevű kutyájával, aki egy kaukázusi jellegű keverékkutya, 3 éves. Csaszni Márton, vagány kutyájával, aki német juhász, 3 éves és BH1-es vizsgája van. Kordai Melinda, Boris nevű német juhász jellegű keverékkutyájával, aki szintén BH vizsgával rendelkezik. És 8 éves kutya, tehát ő már egy viszonylag benne van a korban, és még mindig jár időre képzésre. Csaszni Gábor, Legó nevű kutyája valaki, egy Shelty ruhász kutya, 3 éves, és BH vizsgával rendelkezik. Bene Virág, Tapi nevű kutyájával, aki keverék kutya, és majd most fog BH vizsgázni, ha minden igaz. És Sági Ruta, Bogár nevű puli kutyájával, aki 7 éves és BH vizsgával rendelkezik szintén. És akkor kezdődjük az engedelmességi gyakorlatok. Ugye körbe-körbe mennek, hogy egy kicsit látványosabb legyen. Tartod a távolságot. Az első gyakorlat az a, kutya lábnál követi a gazdáját, és az a lényeg, hogy akár gyorsít, akár lassít, akár normál tempóban megy a kutyának, ezt pontosan kell követnie. Most itt ez egy próba a kutyáknak is, mert nagyon közel kerülnek egymáshoz, de látszik, hogy nincsen problémájuk egymással. De ez a gyakorlat, ez az ültetés otthagyással, tehát a kutya nem mehet a gazda után. De ez most egy nehezített gyakorlat, mert az gazdának háttal kell állnia. Úgy kutya ugye az nem csak a hang, sőt főként inkább a gesztusokból olvas, hogy mit akar a gazdája. Van ilyen esetben, hogyha háttal van, akkor nehezítjük a dolgát, mert csak a hangra hallgathat. De ez is egy kicsit nehezített behívás, mert a kutyának meg kell kerülni a gazdáját, és úgy tud vele szembe állni. Most is egy kicsit nehezítjük a kutyák dolgát, mert most meg csak a vizuális ingerekre hagyatkozhatnak, majd kézjelekkel fogják a gazdák utasítani, hogy mit csináljanak a kutyák. Itt most a csapattársaknak is, a Harcsás Marika, akitnek nem mondtam a nevét, ő vezeti a gyakorlatot. Az ő kézjelére kell figyelni. Igen. És akkor most egy behívás. Mostani gyakorlat az a fektetés otthagyással. Ez különösen nehéz így kör alakban, mert a
kutyák tekergethetik a fejüket, hogy merre van a gazdájuk, de elmenni nem mehetnek el. De mindenki visszaállt a saját kutyájához, és akkor megyünk tovább körbe-körbe. Megint egy kis csavar, mert hátrafele hagyjuk el a kutyákat. Lehet látni, hogy van valamelyik nyugodtabban ül, de azért mindenki próbálja követni a gazdáját, hogy hova fenébe tűnt, ami egyébként helyes. Tehát a kutyának egy gyakorlat alatt folyamatosan a gazdáját kell figyelni. Most pedig a behívás az a nehezítéssel, hogy egy-egy kutyát hívunk be, nem összesen az egészet egyszerre. Azt tudni kell, hogy a kutyák hajlamosak arra, hogy az egyik megindul, akkor a másik is követi. Úgyhogy erre tréningezni kell őket, hogy ne induljanak el egyszerre. Csak a saját gazdájuk szavára. Ügyesek voltak kutyák. Ezek már a szokványostól eltérő gyakorlatok, tehát a gyomra megy a kutya a láb mellett, aztán meg a gazdinak a lábai között. Ezek már inkább ilyen játékos gyakorlatok, de szórakoztatóak mind a kutyának, mind a gazdának. De szerintem lassan vége lesz. Folytatjuk a játékosabb gyakorlatoknak a elvégzését. A gazdának a kézjelélés parancsára a kutyáknak körbe kell fordulni, ők jobbra vagy balra. Most pedig a kutyák fognak szlalomozni a gazdáknak a lábai között. De ez egy népszerű ellen szokott lenni, hogyha valaki látott már ilyen bömbdenc fellépést vagy verseny, ezeken a versenyeken is. Látványos és szórakoztató. És akkor most pedig van egy-egy társunk, aki egyénileg mutat be egy-két trükköt, mutatványt vagy gyakorlatot a kutyájával. Az első Sági Rita bogárral, aki most egy helyben szalomozik a gazda lábai között. Na, valami van ott. Valami van itt a földön. Most követi a gazdáját láb mellett, ugye mindig igazodik, amerre megy. Meg tudja csinálni a pörgést úgy, hogy távolabb van egy kicsit a gazdájától, mint a macsitad a kutyus. Ötös tisát! És most lelőttük a kutyát, a bum! A játékot is tudja. Ügyes kutya, tapsoljuk meg!
Gabi pedig követi a gazdáját állva, tolat. Tapsoljuk meg! Az lesz még a trükk, hogy felállítva teszi le az apartment, és a kutyának valamit ki kell találni, hogy hogy fogja meg középen. És mellette... Ügyes kutya! Azkán van egy szám. Na most ugye két eset lehetséges, hogyha eltalálja, hogy megérezte rajta a gazda szagát, vagy a kutya tud olvasni, de szerintem mind a kettőnek lehet örülni, hogyha sikerül. A közönségben van egy bátor jelentkező, aki tudja olvasni a számokat, ismeri már a számokat. Gyere! Kockát kell a kutyának kiválasztani. És amikor fölveszi, akkor ti megnézitek, hogy tényleg van a kezében, jó? Majd egyik nézi, másik nézi, jó? Rita ugye te kezdesz. Hova tetted a kockát? Akkor a végébe. Az első Rita is fogáról, és a magának az egyes számú kutya. A kockát kell kiválasztania. Megtalálta? Melyik kocka? Nézzen! Agyas kocka? Az el, ugye? Csak meg kell nézni a számot. A következőt akkor Fanni fogja kiváltani. Le ellenőrizni. Gyere, indulj! Nem aludtál. A Tapinak az ötös számú kockát kell majd kiválasztania. Na, ott beállok. Erika? De ez a gyakorlat egy ilyen első fázis annak, amikor később a rendőr kutyák ugye egy személyes tárgyát a keresendő személynek szabad fognak róla, és utána megkeresik magát az ember. És elér útam, Fanni, nézd meg, hogy megfelelő kockát mutatott, tehát elvég az ötös kockát. Szuper. Tapsoljuk meg egyébként a kicsit. Ez meg. És akkor Felinda. Gábor. Kocsmát! Az a 13-as kockát keresi meg Legó kutyus. Nem minden kutya csinálja szívesen. Szám. Nem minden kutya csinálja szívesen. Hát azt mondja Legó, hogy ő inkább birkákat terelne valahol a mezőn vagy kecskéket, amiket egyébként szokott is, azért megtalálta. Nem szagolt rá, hanem úgy már messziről érezte, hogy melyik lesz. És most jön Melinda, Boris kutyussal, aki a 16-os kockát fogja megkeresni. Ugye ezek a kockák a gazdiknál voltak, mielőtt elkezdtük a bemutatót, hogy legyen rajtuk szagolta. Nézzük meg, hogy jó a szám. És akkor Márton, köszönjük szépen. Fogányra. 11-esnek kellene kiválasztani. 11-es. Ügyes volt, köszönjük. Tapsoljuk meg. És akkor a Bell, nem az ő kedvenc, a 3-as kockát kell megkeresni, mert hát ha most... Ha jó kedve van, akkor végig szagolja az egészet. Most olyan... Úgy bizony. Na, megtaláltam. 3-as, ugye? Igen. Az volt. Ez most jó
Neki a hatos kell megtalálni. Tudni kell, hogy az ő barátja a Tapi. De most megtalálta az kicsit. Nézzük meg, hogy tényleg a hatos. Igen, ellenőrünk azt mondja. Alexandra, hogy ez a hatos. És akkor jön a tara. A 18-as kell megtalálni, bocsánat. Elmentem előtt a barátok. Ez az! Nézzük meg, ellenőrzés. Ellenőrünk azt mondja, hogy a 18-as talált. Valóban is akkor Miklós maradt. Johnnyval, aki a 8-as kockát kell, hogy megtalálja. Valahol ott a végén van. Johnny, most ne figyelj be. Nézi. Ha megtalálta a kockát, nézzük meg, hogy mutassuk el az ellenőröknek. És akkor aki befejezte, most ő kezdi, Johnny keres meg a 8-as kockát. Ügyes kutya, ellenőrzés. Jó kockát hozom? Igen. Köszönjük a tapsot. Kirakhatod vissza. Átrakhatod vissza. Hova? Ide? Na? Oda, oda. És akkor most arra a 18-as kockát kell, hogy megtalálja. És hozza vissza a gazdájának. És... Azt mondja, hogy a csatornában valami érdekesen lehet, hogy kapkány vagy egér, de a 18-as megtalálta. Gyakorlat második feléről elterelte a figyelmét az a fránya csatorna nyílás, de köszönjük a tapsolációsnak. Az Odinnak a 6-os kéne behoznia. Igen, bevitt egy kockát, nézzük meg, hogy jó-e. Hatos, szuper! És akkor a bogár zárja ezt a menetet, akinek az egyes kockát kell, hogy... Igen, megviszi a kockát, mutassuk meg az ellenőröknek. Egyes kockát hoztak? Egyes kockát hoztak, tapcsoljuk meg! Köszönjük szépen! Most az eddig látott pózos gyakorlatokat fogjuk zanzásítva látni. Minden pár kutya mást fog csinálni, de látjuk, hogy van amelyik áll, van egy páros, akik ülnek, egy páros fektet, aztán megint áll és megint ül. Van egy-két renitens is, azt mondják, hogy most már minket hagyjatok békén. És akkor a végén bemennek a gazdákhoz. Szerintem egyébként a kutyázásban magány. Jön a kutyus, jön a kutyus. Ügyes, mert lehajolt a kutya. Mindegy. Azt mondja, hogy most már eleget alakult azt a negyedik kicsit közönség nézőbe. Az is egy magasabb kutya lesz. Szólok, amikor jön. Kicsit lassan rugója a kutyának. Jön! Gyere, elkúszni! Nem jó! Nem jó! Azt mondja, megakadtam! Mindegy! Kuszik! Tovább! De visszament!
Azt mondja, ezt a szűk részt kikerülöm, de utána visszament az alagújba. Most egy kicsi kutya jön, úgyhogy ez nem gond. Gyere ide, mama, kutya állhatsz, most kicsi kutya jön. Gyere ide, álljál. Földszintes kutyus. Gyere, gyere. Azt mondja, azt mondja, szórakozni a lábak között, de aztán vissza sikerült irányítani a megfelelő pályára. Nem találni. Tapi kutya. Hölgy egy közepes termetű, nem fog valószínűleg elakadni. Kutyi! Hátré! Tapi! Tapinak most ez annyira nincs kedve. És akkor Bogári egy kisebb kutya lesz, úgyhogy tőle nem kell félni. Bogári egy... Poli kutyus. Gyere, aztán megnézzük a kukában, nincs valami finomság, és aztán megyünk visszafelé. Ügyes Tara! Tapsod neki! Bogárka! A Bogár azt mondja, oda nem tudsz bemenni, Bogár! Próbálj meg előről! Igen, kibújt a kutya a zsákból! Kicsit fel van pörögve. Köszönjük a tapsot a Bogárnak is. Lego. Lego egy kicsit komolyatosabban. Eljött is inkább a békákat vagy a kecskéket terelni a pusztába. Feltartja el a kutyát. Legónak is tapsot kérünk, és közben már vagány elindult, köszönjük! Vagány vehemensen jön ki a zsákból. De látszik azért a kutyák ezt, hogy nem olyan sokszor csinálták, egy-egy ilyen meglepett fejjel jön ki a zsák végén. Boris kutyus. Fogadány! Puszi! Most jön egy gyerek! Gyere, gyere! Fogadány! Puszi! Odin, Eduard, köszönjük a tapsot Borisnak! Köszönjük! Ezzel az Odin is befejezte, közben már már elindult. Kicsit be van mellette. Ügyesen végigment ő is a zsákban, és akkor meg visszafelé gyorsan. És az utolsó meg hopp! Köszönjük a tapsot! Be a kutyusnak is! Köszönjük neki, Tapi, és
Virág, Bene Virág és Topi kutyája, köszönjük szépen a figyelmet! Gábor és Tego! Köszönjük! Kortai Melinda és Boris! Köszönjük szépen! Márton és Vagány Kutyus! Csaszki Márton! Köszönjük szépen! Eszter és Bel Kutyus! Keresztes Eszter és Bel Kutyája! És Pogácsás Miklós Johnny kutyájával köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a tapsot, köszönjük szépen a figyelmet.